Madáretetők, magvak jelzik, hogy a dombóvári belvárosi általános iskola madárbarát kerttel is rendelkezik. Az ökoiskola címet viselő oktatási intézményben a kupakokból készült padokkal, valamint a folyosókra kihelyezett tartályokkal a szelektív hulladékgyűjtés módját és újrahasznosítás jelentőségét tanulják meg a diákok. Az iskola előtti biciklitároló pedig azt a célt szolgálja, hogy a gyerekeket minél inkább arra ösztönözzék, hogy a környezet és saját egészségük megóvásáért válasszanak egyéb alternatív közlekedési eszközt, vagy használják a közösségi közlekedést úti céljuk eléréséhez. Ha 8 éven keresztül ezt úgy adagoljuk nekik, akkor talán amikor elballagnak innét, akkor egy picit az átlagnál jobban viselkednek a föld védelme érdekében. A lényeg az hát a levegőszennyezés, amit mindenhol hallunk, a vízszennyezés és a talajszennyezésnek a megakadályozása. Erre vonatkozó gyakorlati dolgokat ismertetünk meg velük a programjainkon. A föld és a víz szorosan összekapcsolódik, mondja Vörös Gyula, az Erőv Vízi Közmű ZRT munkatársa. Az ivóvízszolgáltató cég szakembere nagyon fontosnak tartja a környezetvédelmet, és úgy véli, mindennek az alapja a szemléletformálás, amit már egészen kicsi gyerekkorban el kell kezdeni. Úgy nyilatkozott, ők is igyekeznek kivenni a részüket a természet megóvásából. Visszaadnunk a földnek azt is, amit elveszünk tőle, itt például a szennyvíztelepeknek az újrahasznosításában és a szennyvízi szapnak a felhasználása megtörténik. Itt mindegyik szennyvíztelepünkről a már a kinyert szennyvízi szapból kinyert vízutat követően az iszapot elszállítjuk a központi szekszárdi telephelyünkre, és ott szalmával komposztáljuk, és ezt újrahasznosítjuk a termőföldeken. A szakértők szerint már az is nagy segítség lenne, ha csak a saját környezetünkben odafigyelnénk a szelektív hulladék és a használt olaj gyűjtésére, a takarékos vízhasználatra, vagy akár autó helyett biciklivel közlekednénk. A Földnapját 175 országban ünneplik, Magyarországon 1990 óta tartanak programokat.